A szeretet a karácsony ünnepe. Legnagyobb szívük, és talán a legmérhetetlenebb szeretetük azoknak az édesanyáknak van, akik sok gyereket szültek és neveltek fel. Falunkban a közelmúltban hunyt el két ilyen édesanya, Bognár Albertné és Bácsi Józsefné. Rájuk is emlékezünk, nekik is tisztelgünk mai adásunkkal. Engedjék meg, hogy szeretettel köszöntsem beszélkedő partneremet, Szemerei Andrásné Erzsike nénit, aki 10 gyereket szült Lajos Komáromban. Köszöntöm, Erzsike néni. Mindjárt először azt szeretném megkérdezni, hogy Kegyeret a faluban szinte mindenki ismeri. És akivel én valaha is beszéltem, mindig mindenki előtt példaértékű volt Erzsike néni nyugalma, kiegyensúlyozottsága. Hát azt gondolom, hogy 10 gyereket felnevelni nem igazán könnyű dolog, és nem is volt probléma, és aggodalommentes az a jó pár év, inkább 10 évekbe beszéljünk. Honnan ez a nagy erő Erzsike néninek? Biztos, hogy nem magamtól, de az az Isten, aki engem is megragadott, és ővé vétett, és gyermekeként naponta élthet, az Isten igéjéből táplál, valahogy ő gyújtja meg a szívembe a szeretetet is, a békességet is, úgyhogy neki köszönhetem. Erzsike néni készült a velünk való beszélgetésre, és gondolta, hogy meg fogom kérdezni az életének a történetét. Ez így is van. Szeretném most megkérdezni, hogy honnan érkezett, az életének a fontosabb állomásairól, és ezt nagyon gondosan nekünk előre megírta, úgyhogy szeretném, hogyha felolvasná, és azt szeretném kérni, hogy tessék a kamerában nézni. Egerből kerültem Lajos Komáromba. Talán van, aki kíváncsi, mi szérepített az ország egyik feléből a másikba. Egerben, az evangélikus gyülekezetben kántor voltam, ahol még két nyugdíjas kántortanító is szolgált. Felkértek egyszer, helyettesíteném-e Lajos Komáromban lakó Szemerei András kántort, aki szívesen menne 3 hónapos evangélikus biblia iskolába, de nincs helyettese. Mivel én is részt vettem ugyanilyen lánytanfolyamon, szívügyem volt, hogy valaki eljusson. 1951-ben így kerültem Lajos Komáromba 3 hónapra. Andrással csak egy napig voltunk együtt. Míg megmutatta az itteni orgona rejtelmeit, másnap már orosházára utazott. Majd leveleztünk. Mindketten szerettünk volna Isten vezetését kérni ebben a nem kis lépésben. 1953-ban kötöttünk házasságot, immár 43 éve. Igen nehéz körülmények voltak akkor. Itt anyósoméknál kaptunk szobakonyhás kis otthont, igazán a szeretet légkörében élhettünk, és nagyon sokat dolgoztunk. Az egyházi életben, mint kántorok együtt szolgáltunk, bekapcsolódtunk az ifjúsági munkába, gyerekbiblia kört vezettünk. 1954-ben született meg első gyermekünk, majd mind az orgona sípok 1970-ben a 10. Akkor is nehéz életkörülmények voltak. Miért vállaltuk és fogadtuk el mind a 10? Talán röviden, Isten félelemből. Nem volt így sem könnyű. Bár hallottunk, olvastunk a gyerek Isten ajándéka, Isten világában csodálatos rend van, velünk kapcsolatban is. Nem jó gátolni az örök rendet, jobb belesimulni az ő akaratába kicsi és nagy dolgainkban. Gyakorlatban az énünkkel, az aggodalmaskodással, közvéleménnyel, satöbbivel kellett megbirkózni minden alkalommal, és kimondani, legyen meg a te akaratod. Második gyermekünket vártuk. Egyik reggel bibliaolvasáskor aggódó szívvel kerestem a napi igét. Szánjátok oda a ti testeteket élő és szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz,
hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Ez az ige meghatározója lett további utunknak, gyerekvállalásnak. Isten támogatott harcainkban. Megbánhatatlanok Istennek elhívásai, útjai. Kedves igém volt, ne félj, te kicsinyáj! S valóban Isten kiterjesztette gondoskodását, oltalmát. Bár a férjem 27 és fél évig járt naponta tekeresbe, akkor még szabad szombat se volt. Mégis a nehezek ellenére olyan boldogan emlékezünk vissza a gyerekek közti családi életre. Munkához is hozzáedződtek. Tévé még nem volt, sokat olvastunk nekik hitépítő nevelőkönyveket. Többet gépeltem is ilyesmit. Kicsi lényük, bemondásaik gyakran prédikált. Egy-egy ilyen sztorit úgy, hogy megmaradjon, versbe szedtem. Az évek során, mint drága fényképek, a születésnapi köszöntésekkel együtt egy egész nagy gyűjteményé növekedett. Székesfehérváron járt a középiskolába, csak nem mindegyik főiskolát is végzett. Két lelkész gyermekünk is van, 23 unokánk. Igazán boldog szülők, boldog nagyszülők lehetünk. Olyan öröm, amikor azt látjuk, szeretik, segítik egymást. Az a vágyunk, imádságunk, hogy mind Jézus tanítványa legyen, hogy mind elérjük a földi életünk célját, az üdvösséget. Köszönöm szépen, igazán irodalmi remek műnek is megfelel, olyan választékosan tetszett összeállítani ezt az életrajzot, amit bizonyít ez a hatalmas verses kötet is, amiben Erzsike néninek csak azok a versei vannak, amik a közvetlen családdal kapcsolatosak. Nagyon-nagyon nehéz volt a válogatás, mégis megkértem, hogy egyet válasszon ki közülük, és szeretném, hogyha föltetszene olvasni a tévénézőknek. Segítek tartani, jó? Jánoska aggodalma, még hozzáfűzöm, hogy 67-ben íródott, amikor a János 4 éves volt. Ma már a kaposvári evangélikus lelkész. Jánoska aggodalma. Vacsora után a gyerekek mindannyian szétszélettek. Csak Jánoska van az asztalnál. Olyan csendes, álmos talán, most nagyosan, gondterhelten, megszólal lassan, csendesen. Az a baj, hogy sok a gyerek. Magamban kíváncsian nevetek, miért baj az kicsi fiam? Folytatja is azon nyomban, mert elfogy az ennivaló. Ó, te kicsi kis aggódó, van nekünk egy égi atyánk, kinek van gondja mireánk. Nagyon gazdag, ismer minket, tudja a mi szükségünket. Mi atyánkban is úgy kérjük, ami mindennapi kenyerünk, add meg nékünk ma. És ő adja, hisz ő gondviselő atya. Kicsi szeme úgy felcsillan, kéri most már megnyugodtan, az egész imát is mondjam el. Tán még nem érti, de figyel. A kenyérkérésnél földerül, ezt már érti, szinte örül. Én is vele örvendezek, hisz az aggasztó hullámok lecsendesedtek. Köszönjük szépen ezt a igazán remek verset. Egy dolgot érzem úgy, hogy talán kimaradt ebből a igazán részletes életrajzból, lehet, hogy azért, mert személyes emlékeim fűződnek hozzá, Erzsike néninek a szülei. Úgy tudom, ők is ide költöztek Erzsike néni után. És biztos, hogy a fiatalok már nem tudják, de nekünk a legnagyobb öröm az volt, amikor vasárnap Frankó nénihez és Frankó bácsihoz bemehettünk, és pirított amerikai mogyorót vehettünk. Ez nekem gyerekkori élményem, és azt hiszem, hogy azok, akik velem egykorúak, szívesen emlékeznek ezekre a momentumokra. Igen, szóval ők is egy drága eszközök voltak az Isten gondoskodásában, mert annyira mellettünk álltak, és a gyerekek nevelgetésénél is, felügyeleténél is, hát besegítettek. Az ő és amikor a szülők idősek lettek, akkor Erzsike néni volt az, aki elgondozta mindegyik oldalról a szülőket. Ugye ez még egy plusz
Nem ismerem azt mondani, hogy teher, mert ezek szerint nem volt teher. Egy plusz feladat volt. Ugye, jól tudom, így zajlott. Hát akkor egy kicsit beszélgessünk most Erzsike néniről, mert a családról olyan szeretettel tetszett beszélni, hogy igazándiból az interjú Erzsike néniért készült, az ő tiszteletére, amiért ennyi gyereket ilyen becsületesen fölnevelt. Hogyan telnek a napjai? Milyen az egészsége? Egy kívülálló úgy látja, hogy Erzsike néni egészsége töretlen. Így van ez? Nem. Azért már nem. Az a szív is gyengül és akadozik, de érzem, úgy néha mondom is, hogy lefelé tartunk, de azt is tudom, hogy amíg itt van Istennek célja velem, addig ő tartja naponként a erőt, ad tényleg a Péter gondozásánál is igazán szeretetet, örömet és békességet. Gáborék is itt laknak az épületben, úgyhogy ővelük is együtt tetszik lenni. Hát talán sikerült egy keresztmetszetet adnunk a kegyed életéről, és befejezésül megköszönve az interjút, most én szeretném egy verssel gazdagítani ezt a kis beszélgetést, mégpedig Andrásnak a versével, ő az egyetlen, aki nem Magyarországon él, ugye jól tudom? Igen, Amerikában laknak, és a 40 éves házassági évfordulóra itt volt, és akkor írta nekünk ezt a verset. Hát akkor ezt most tessék tőlem úgy fogadni, mintha minden 10 gyerek olvasná. Szüleimnek, ma van éppen 40 éve, hogy egymással kéz a kézben Isten szent oltára előtt házasságotok létrejött. Szívetek tele volt reménnyel, bizalommal, szerelemmel. Isten akaratát lesve, tervét hűséggel követve, nagy családdá nőttetek. A gyakori gyereksírás, sütés, főzés és vasalás, vigasztalni, békíteni, együtt sírni és nevetni, ennyit tesz tizet nevelni. Dolgoztatok éjjel-nappal, nem törődve magatokkal. Mindenetek volt a család, szeretet nem ismert határt. Mellettetek sose féltünk. Jobban éltünk, mint reméltük. Búj és öröm váltakoztak, fájó sebek begyógyultak, sokat kaptunk tőletek. Egymást mindig szerettétek, jó Istent szívből féltétek. Mennyit aggódtatok értünk, ha a jó útról letértünk. Édesapa szorgos keze, édesanyja meleg szíve, micsoda égi ajándék, szebbet sehol sem találnék. Élteteket ránk szántátok, értünk szól ma is imátok. Elfeledni sosem fogjuk, megköszönni úgysem tudjuk, amit értünk tettetek. Köszönöm a beszélgetést!